minden csak kirakat, szólja meg bennünk. Járom az utat, már megint ugyanaz, szólja meg lepni. Járom az utat, minden csak kirakat, szólja meg bennünk. Járom az utat, már megint ugyanaz, szólja meg lepni. Tudod, bárjon! Hey, hey! Meg velük, hogy a barátaimmal elmentünk egy fesztiválra, és én amúgy fogalmam nem volt róla, hogy ők kicsodák. Nem is hallottam még róluk soha. A barátaim nézték, hogy jaj, ők is fel fognak lépni, meg csak így néztem, hogy ma azt hittem, hogy civil emberek, tehát nem is értettem. És szerintem még soha nem volt ilyen, tehát én nagyon nem szeretek olyan koncerten lenni, akiket nem ismerek, mert én nem tudok olyan számokra bulizni, amit nem tudok. És teljesen lesokkolt az egész, hogy mennyire jó volt a hangulata a koncertnek. Iszonyatosan izgatott vagyok a koncerttel kapcsolatban, mivel hát egy rajongónak a legnagyobb dolog az, hogyha találkozhat a kedvenc zenekar jával és illetve a tagjaival. Egyik van véget, amelyik ekkora magas körülbelül. Erőletesen. Senki nem jön még, Bálint? Nem, nem. Sok zenekar koncerten voltam már, de ezt a fajta, hát az, hogy viszonyulnak a rajongóikhoz, én még egyetlen egy zenekarnál sem tapasztaltam, hogy ennyire próbálnak nyitni a közönségük felé. És szerintem tényleg ez az egyik dolog, amiért rettentően megszerettem őket. Tök jól lesz a mai buli. Kicsiktől a velünk egykorúakon át az idősebbekig mindenki lejöhet a koncertünkre, és le is jönnek szerencsére, és ez tök érdekes, mert mindig kérdezik tőlünk, hogy ki a célközönségünk, és hogy tényleg azt kell mondanom, hogy mindenki, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy minden korosztály megtalálja azt az aspektusát a zenénknek, amire rá tud csatlakozni. Lehet, hogy nem pont ugyanazt szereti benne egy egyetemista, meg egy, mit tudom én, egy nagymama, de hogy tök jó, hogy mindketten el tudnak jönni, és egymás mellett jól érezni magukat. Hát az, hogy kitartóak, tehát hogy így, hogy tényleg van olyan emberek, hogy már az elmúlt 4-5 évben mindig ott vannak, és mindig jönnek, és már nem tudom, több száz kilométert autóznak azért, hogy lássák minket, mert több százszor látták, hogy mit csinálunk, és jó az a visszajelzés, hogy ők mindig azért, hogy azért még mindig tudunk újat mutatni, még mindig tudunk fejlődni, és egyébként ez egy olyan plusz mozgató rugó, ami nagyon-nagyon jól esik tőlük. Egy új lemez került ki, amit most fogok először hallani. Szóval el nem tudom mondani, mennyire izgatott vagyok. Illetve talán a kedvenc dalom az új lemezről, az a Járom az utadat című szám, amit nemrég posztoltak ki, nemrég jött ki a zene, illetve videoklippel együtt. Nem is tudnám elmondani, hogy miért ez lett a kedvencem. Egy igazi sláger, úgy gondolom. Járom az utadat, minden csak kirakat, szólja meg.
az volt a közös cél, hogy szeretnénk egy lemez. Hát meg rengeteget dolgoztunk, tehát hogy ezzel az egy lemezzel dolgoztunk kb. Annyit, mint az előző kettővel összesen, és tényleg az volt, hogy kicsináltuk egymást meg magunkat, és újra összeraktuk, és ebből tényleg egy őszinte anyag született, és nem hagytuk magunkat így bekorlátolni. Igen, tehát hogy ez tényleg ennek az albumnak a munkálatai, de amúgy az előző kettő is, igen. De ez most különösen ilyen érzelmi hullámhegyek, hullámvölgyek, tényleg szívünket, lelkünket beleraktuk, és kifacsartuk magunkat teljesen. Nagyon hosszú ideig is tartott az alkotói folyamat, ezt pont Kristóf mondta, hogy eszünkben ne jusson még egyszer 10 hónapon keresztül lemezt csinálni, mert olyan az ember, hogy sose tudjuk befejezni a dal ötleteket, mindig van egy újabb, mindig van rajta formálni való, és talán mivel ez most ennyire hosszú alkotói folyamat volt, már néha ebbe el is fáradtunk, hogy egyszerűen nem tudtunk egyről a kettőre jutni, hanem csak lett 12 verziója egy-egy dalnak, ami mindegyik mondjuk másért volt jó vagy érdekes. Sincs, hogy mit vegyek fel. Egyszerűen nem tudom. Talán ez lenne a legjobb megoldás, mivel ez egy már életelmendes póló, még nem is tudom mikor. Az egyik koncerten vettem, talán Békés Csabán egy koncerten. De mivel nincs most jó idő, megnéztem az időjárásent is, szóval nem hiszem, hogy olyan meleg lesz. Gondoltam, berakok valami pulcsit, de ez így nekem nagyon nem kóser. Vagy lehet, hogy inkább megyek ebbe, és szerintem elviszem ezt, mivel a koncerten szerintem ezt át fogom menni, hogy lássák, hogy hát nekem van ilyen pólóm. És szerintem az lenne a legjobb megoldás, hogyha abba a táskába rakodnék mindent, mert ide adod? Tessék. Ez is egy Margaret Islandes hátizsák, amit aláírtak, voltak olyan kedvesek, hogy aláírtak nekem, Rebekának szeretettel. Szerintem ez volt az első olyan merch termék tőlük, amit megvettem, és hát ugye mindegyikük alá is írta. Úgyhogy ez egy nagyon fontos, hát igazából jelentős számomra, mert ez volt az első, úgyhogy ezt így mind a kettőt vinni fogom. És még talán veszek is. Oké, mehetünk! Az első verzére. Ja. Yeah.
nagyon sokszor megkérdezik ezt tőlünk, hogy hogy lehet ember maradni, de szerintem, hogy nem lehetem. Tehát, hogy aki nem ember, nem marad meg embernek, akkor az nem is való annak. Szerintem mi bentről ezt nem is annyira tudjuk megítélni, hogy mennyire vagyunk földhöz ragadtak. Tehát, hogy ez nem egy döntés, hanem az így természetes. Tehát, hogy... Egy átlag tehát, hogy azt veszük egy átlag emberi életnek, hogy valaki fel kell 8-kor és délután 5-kor hazamegy a családjához, és van mindig hétvégéje, és vannak hosszú hétvégéi, vagy vannak szünetnapja, akkor mi nem élünk egy átlagos életet, mert teljesen fordítva élünk. Tehát ez lehet, hogy egy külső szemnek már ez is olyan, hogy a földtől elrugaszkodott. Szóval ezt nem tudom, embernek maradni meg, szerintem kötelesség. Igen, meg szerintem ez kicsit olyan dolog is, hogy időben is, vagy idővel is megjön. Hát ha lehet, ez lehet, hogy nem a legmegfelelőbb szóra, de hogy egyfajta ilyen bölcsesség, hogy már így tudod, hogy valamit így elérsz, és akkor azt nem úgy kezeled, hogy úristen, mennyire király vagy, hanem azt így elrakod egy megfelelő, annak megfelelő polcra, és tudod, hogy a te életed alapvetően nem változik meg ettől. Helyszín ilyen, ami így tényleg így nagyon megmarad, meg nagyon sok klubkoncertből, és hogyha olyan a hangulat, vagy tényleg annyira jól sikerül, vagy annyian vannak, és így annyira tudunk együtt lélegezni, akkor azok is megmaradnak, de mivel rossz a memóriám, ezért csak idénre tudok visszaemlékezni, és itt is csak februárra, és a MIPA koncert, az szerintem a zenekar életében volt egy olyan mérföldkő, hogy áthangszereltük a dalainkat, együtt dolgoztunk klasszikus zenészekkel, meghívtunk Kossuth-díjas névdeénekest, meg a Szeidot, egy slammert, hogy velünk együtt gondolja át a dalokat, meg hogy egy új köntöst adjunk ezeknek a mondandóknak, amiket így kicsit más, nem tudom, másként kapnak meg mondjuk egy klubkoncerten vagy a fesztiválokon a hallgatók, úgyhogy az egy szerintem egy varázslatos dolog volt, meg a tök jó, hogy ott játszottunk, és hogy ott is nagyon sokan voltak. Nekem most így a tavalyi debreceni koncertünk jut eszembe, novemberben voltunk a Lovardában, és az egy, nem tudom, valamiért az, úgy éreztem, hogy ott úgy álltak a csillagok, hogy mindenki tök jól érezte magát, de akkor utána ott is aludtunk, és talán másnap mentünk Miskolcra talán, ha jól emlékszem, úgyhogy az például egy tök jó koncert van. Amúgy érdekes, mert sokszor nem azok a koncertek a legjobb hangulatúak számunkra, amikre a legtöbbet készülünk, hiszen olyankor mindig van egy nagy nyomás is a vállunkon, hogy erre most sokat próbáltunk, fókuszáltnak kell lenni, hanem sokszor az a jó, amikor teljesen elengedjük az egészet, és a legváratlanabb pillanatokban kapunk egy-egy olyan inputot a közönségtől, ami aztán tovább lendít minket, és pont szóval ez a debreceni koncert most olyan volt, igen. Oh,
azzal, ami megvéd egy-két emlék törve. Többen nem szolgálhat az elme, a kőszer. Elmegy az áram, nálam vannak áram, bátrabba, cik-cakban és a nevég. Ami szép, ha a fekete kibékül, és amikor az égkül, és úgy szüli meg a szavai, úgy ígér meg, elég meg, a nőnek, elérnek a fényeget. Ugye mindig fogod a kezem. Néha vannak csendesebb útjaink hazafelé, néha pedig hangosabbak, de alapvetően nem tudom, jól szoktuk érezni magunkat. Igen, a mai sofőrünk pont megkapta múltkor tőlünk már, hogy elég végig ordibáltuk és énekeltük a hazautat, és mindig bent rakott egy tracklistet, kék számokat. Hát igen, a kék fény volt a buszban, ez egy új busz most, amivel közlekedünk, és akkor ez volt a kihívás, hogy akkor olyan dalokat kellett kérni, amikben van kék szín, vagy valamilyen kapcsolódás, és ez kitartott az egész, hazáig. Igen, igen, hajnalig, és hiszen így látszott az arca, még nem nagyon volt zenekarokkal, úgyhogy így hirtelen mély vízbe került általunk, hogy végig ordibáltuk az egészet. De ma is ő van velünk, úgyhogy mondtuk neki, hogy hasonlóra számítunk. Igen. Meg hát valamikor meg tényleg így inkább csendben meg, hogy attól függ, hogy mennyire vagyunk fáradtak, hogy milyen volt a koncert, hogy éppen ki milyen állapotban van, mert azért mindig másképp éljük meg. A zenénk őszinte, mert tényleg saját tapasztalatokon alapul, és hogyha valami őszinte és tényleg megél dolog, akkor azzal könnyen rácsatlakozhat egy olyan ember, akivel mondjuk egy szó, vagy egy mondat, vagy egy fél mondat ugyanígy megtörtént az életében, és ezzel tud azonosulni, vagy egy rossz pillanatában fel tudja kapni, hogy így tud segítséget adni, és igazából ezek a kis kapaszkodók, amik a világon az összes embert összekötik, és szerintem nem, tehát a zene, maga a zene azért fantasztikus, mert tényleg azért van, hogy összehozza az embereket, és kortól, nemtől, identitástól, mindentől függetlenül együtt felszabaduljanak, és együtt érezzék ugyanazt, hogy amit kaptak az adott zenekartól, vagy daltól, azt átéljék élőben is. És szerintem ettől lesz egy olyan íze az egész dolognak, hogy ez őszinte. Köszönöm szépen! Tudjátok a remény?